Jó reggelt kívánok, 2022. május 17-én, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, ezen a reggelen is hozzád jövünk, téged szólítunk, meg kérjük azt, hogy te légy velünk, a gondolatainkat hadd tudjuk teljesen a te igét köré formálni, és arra figyelni, hogy te mit akarsz üzenni nekünk, mert hisszük, hogy még mindig szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy nem vett el bennünket, hanem lehet veled új szövetséget kötni. Kérünk, hogy ne a mi bűnös voltunkra tekints, hanem az Úr Jézus Krisztusra, ő érte, könyörülj rajtunk, szent lelkeddel légy közöttünk, kérünk. Ha kedves te előtted, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd az igazság. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszt, Hósás próféta könyve 5. részét. Halljátok ezt, papok, figyelj ide, Izrael háza, hallgass ide, királyi udvar, mert nektek szól az ítélet. Hiszen csapdává lettetek Micpában, és kifeszített hálóvá a Táborhegyen. Beremerültek a hűtlenek az erkölcstelenségbe, de én mindnyájukat megfenyítem. Ismerem én Efraimot, Izrael nem titkolhat el előlem semmit. Most is paráználkodsz, Efraim, tisztátalan lettél, Izrael. Tetteik nem engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület van bennük, nem ismerik az Urat. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, és elbukik Izrael és Efraim a maga bűne miatt. Júda is elbukik velük együtt. Juhokat és marhákat áldozva mennek keresni az Urat, de nem találják, elzárkózott előlük. Hűtlenek lettek az Úrhoz, törvénytelen fiakat nemzettek, de majd fölemészti őket az újhold ünneplése birtokukkal együtt. Fújjátok meg a kürtöt Gibeában és a trombitát Rámában, lármázzátok fel Bét Ávent, riasszátok Benyámint. Efraim pusztává lesz a fenyítés napján, Izrael törzseinek tudtára adom ezt az elhatározást. Júda fejedelmei olyanok lettek, mint akik elmozdítják mások határát, rájuk zúdítom haragomat, mint a vizet. Elnyomás éri Efraimot, ítélet töri össze, mert elvetemült lett, haszontalan bálványt követ. Ezért én olyan leszek Efraimban, mint a moly, és Júda házában, mint a rothadás. Látta Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába járt, a nagy királyhoz küldözgetett, de az nem tud meggyógyítani benneteket, nem orvosolja fekélyeteket. Rátámadok Efraimra, mint az oroszlán, és Júda házára, mint a fiatal hím oroszlán. Én magam tépem széllyel, azután elmegyek és magammal hurcolom menthetetlenül. Majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem bűnhődnek, és hozzám nem folyamodnak. Nyomorúságukban keresnek majd engem. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, némi magyarázattal tartozom, hogy a tegnapi napon miért nem volt online áhítat. Azért, mert egy olyan lelki küzdelemben voltam, amelyben úgy gondoltam, hogy arról az ige szakaszról nem szeretnék prédikálni, ami a Hósás 4-ben van. Ennek két oka is van. Az egyik az, hogy gyerekkoromban ez volt az, amivel igyekeztünk idegesíteni a hívő szülőt, nagyszülőt, hogy a Hósás 4.14 az, ahol megtalálható az a bizonyos csúnya szó a károli fordítás szerint. Viszont, hogyha elolvassa valaki, különösen is felnőttként, megtért emberként, hívő fejjel, pláne lelkipásztorként, akkor már teljesen másképpen érti. Elég, ha csak azt mondom, hogy veled van perem, te pap. Igenis, van helye a bűnbánatnak, a lelkipásztoroknál különösképpen is. Ugyanakkor azt is meg kell látni, hogy de van új szövetség. Nem Hósással ér véget a Biblia, nem az ítélettel ér véget a Biblia, hanem a kegyelem lehetőségével. Akik ismerik a konfirmandus könyvet, azok tudják, hogy benne van az a történet, ami szerint régen a Gibraltári szorosnál, tehát ott, ahol Afrika is Európa úgymond találkozik a földközi tenger szorosánál, az óceán felé. De egy óriási nagy kőre ki volt írva az, hogy
non plus ultra. Ami azt jelenti, hogy nincs tovább út. Régen azt gondolták, hogy ha valaki azon a szoroson kimegy, akkor mivel a föld lapos, valahol a víznek le kell folyni, hát ott folyik le a víz, és nincs tovább út, egész addig, amíg a felfedezők, akár Amerigo Vespucci, akár Kolumbusz úgy nem gondolták, hogy de van tovább út, és be is bizonyították ezt. Valahogy így van ez a ige szakasszal is, hogy néha azt hiszük, hogy nincs tovább út. Isten pedig azt mondja, hogy de, van tovább út. Van további lehetőség. Igaz, Hósás is folytatja a papokkal és a vezetőkkel kezdi, és mi pedig olyan könnyen hárítunk magunkról, hogy ó, hát ez nem rólam szól, hiszen én csak egyszerű ember vagyok, semmi vezető szerepem nincsen, csak az a gond, hogy a nép és a vezetők együtt vétkeznek Isten ellen. Tény az, hogy a vezetők más ítélet alá fognak esni. De ki nem vezető? A szülő is az. Az idősebb testvér is az, akár presbiter, akár báty vagy nővér. Tulajdonképpen mindnyájan valahol példák vagyunk. Mi a probléma a néppel? Hogy úgy keresi az Istent, hogy közben nem teljes szívvel fordul felé. Hiába visznek áldozatot, hiába próbálják megtenni, úgy gondolják, amit tőlük telik, inkább afféle össze-vissza keveredést csinálnak. Nem véletlenül írja Csűrös András a mai magyarázatban azt, hogy a nép a különböző pogány vallási rítusokat is tartja. Nem valószínű, hogy ezt kizárólagosan teszik, inkább kiválogatják mindenből azt, ami tetszik. Ez a fajta vallásosság sok embert jellemez. Egy nyugati professzortól hallottam, azokat a részeket, amelyek zavarják a Bibliában, többször el szokta olvasni. Mert ami csak megsimogatja a lelkem, ott nincs baj. Ami nem tetszik, ami zavar, ott van még dolgom. Ott kell még jobban megértenem az igét. Amikor valaki elkezdi kiválogatni, hogy mi az, ami neki tetszik, és mi az, ami nem, akkor már nem Istennek tetsző az élete. Azt olvassuk, hogy a paráznaság lelke van ott a nép között. Mit jelent ez? Egyrészt jelenti a testiséget, a Baál kultuszt, a termékenység kultuszt, de másrészt a lelki, a hitbeli hűtlenséget, ahogyan elfordulnak Istentől. Azt mondjuk, hogy hát ma már milyen jó, hogy nincs ilyen, de hogy nincs. Azt mondja Calvin, amin csüng a szíved és amire bízod magad, valójában az az Istened. Hány ember van, aki jobban rámeri bízni magát mindenre az Istenen kívül? Fontosabb a jóslás, az ezoterika, fontosabb az, hogy mennyi van a bankszámlán, hogy többféle munkám legyen, hogy a nyugdíj mellett is dolgozzak akár. És eljutnak oda az emberek, hogy félszívűvel olvassák a Bibliát, félszívvel imádkoznak, félszívvel vannak ott a templomba. És akkor csodálkozunk, hogy Isten hitbeli hűtlenséggel vádol minket. Azt mondja, hogy elzárkózik előlük. Amikor már nem szól az Isten, amikor már nem értem az igéjét, az sokkal rosszabb, mint akárha még ítéletet is mond. Pedig nem akármilyen ítéletet mond, azt mondja, rátámadok Efraimra, mint az oroszlán, és Júda házára, mint a fiatal hím oroszlán, én magam tépem széjjel. A Szentírásban az oroszlán, az erő, a hatalom, a méltóság, ugyanakkor a pusztításnak is az egyik jelképe. Van hozzá kapcsolódó negatív és pozitív tartalom is. Éppen úgy, mint ahogy azt olvassuk, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár széjjel, keres vagy, kit nyerjen el. Minden esetre azt fejezi ki az ige, amilyen erővel és hatalommal akár saját népe ellen hajlandó fordulni Isten. Olyan jó, hogy van új szövetség, mert a Jelenések könyvébe pedig azt olvassuk, ne sírj, íme győzött az oroszlán, Júda törzséből, Dávid utóda. Igen, Jézus Krisztusra is használatos ez a kép. Ezért nekünk sem kell félni, mert van tovább út. Így zárul, nyomorúságukban keresnek majd engem. Legalább akkor keresed? Talán emlékszünk arra a Facebook posztra. Ha csak akkor imádkozol, amikor bajban vagy,
Bajban vagy? Ne csak akkor imádkozz, amikor baj van. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te győztél. Győzelmet vettél bűnön és halálon, és van tovább út. Köszönjük, Istenünk, hogy te hajlandó vagy vezetni bennünket, csak amikor nem engedelmeskedünk, akkor vonszolsz minket. Add, hogy hadd tudjunk engedelmesebbek lenni. Hadd tudjuk saját akaratunkat, kívánságunkat megtagadni, és olyan életet élni, amiért te vársz tőlünk. Bocsáss meg, amikor ezt elrontjuk. Bocsáss meg, amikor a sátán győz. Ne engedd, hogy legyőzzön minket. Így kérünk, hogy ezen a mai napon is te légy velünk. Te áld meg a környezetünkben élőket is, és add, hogy minél többen legyenek, akik megszentelt életet élnek. Ha kedves te erőtted, te adj békét, a betegeknek gyógyulást, mindannyiunknak pedig a te szent lelkedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!